Utolsó lehetőség. Na! Gól! Mihály, baszd meg! Hát ott van! Mi van? Mi van? Mi van? Ettől megküzdök el! Reggel 7 óra. Várunk Ferikét. Megyünk Dunaszerdahelyre. Daszlomára. Gyerekek, még mindig le van szakadva az arcom. Ne fütyülj! Kéne indulni, mert? Aha. Ferike Iglesias. Ciao. Aki velük van, az fejteszi, yeah. 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 Aki velük van, az Szedjetek drogot! Elég borosz lesz, de azt mondom neked, hogyha megértitek azt, amit beszélek, megértetek mindent. Csinálnék olyan valóságsót, hogy vetenék 12 embert, és mindegyiket bezenélnék. Mindegyiknek kisorsolnék egy designer drogot. Tényleg, herbálos, hogy bezenéltem. És egyébként nem lenne szerintem sokkal szarabb a tartalom, mint a sima való világban. Just show her a little swing. A drog nem vicc, azért azt tudjátok, de valljuk be, hogy akik be vannak drogozva, azok viccesek. Elvileg szárnya volt, mint Ikarosznak. Hajtson ki a jobb oldali kiáraton, majd tartson jobbra az elágazásnál. Megérkeztünk Dunaszerdahely Citybe. Szelesváros, Chicago. Nikolics! Veszünk főzlotyit, hogy tudjuk pisilni. Nyitva van. Szobota. Whisky cannabis. Cananász! Cannabis, whisky ananász, szüszöböntjük. Lehet cigizni, gyerekek. Ez az Európa.
Európa, öcsém. Ez az Európa. Egészség. Otthon mizu? Van valami tünti, vagy izé? Kis balhé, kis Putyin, kis faszom. Csak találjunk vissza a kocsimhoz, bátya. Feri írt össze egy csomó mindent, ezt, tényleg ezt nem is olvastam el, Ferenc, úgyhogy ezt vegyük már. Tudod, hogy ez László Csaba az edző, ugye? László Csaba, igen. A, ugye, aki volt a Fradinál is. Így ő van. Egyébként annak idején nagyon szimpatikus Chávez volt. Odi, hogy be van zenélve? Azt kap már legópróba. Megsütött a nap. Hallod, de ez már délelőtt 11:39-kor. Izé, kotta. A baj már nem kicsi. Rükvás, nem rükvás. Te fütyülsz, én meg azt mondom, hogy ne fütyülj. Olyan a hüle. Nem hülye. Soha nem utásra nem jöhet. Nem hülye. Most még ő lesz még a következő, akivel egyre még nem tudom, hogy akkor mit tudunk tenni, de valamit kell. Ilyen intermezzo volt. Látod azt a tankot, amit küldtem? A szlovákoknak van egy külön kifejlesztett, huliganizmus ellen kifejlesztett városi tankjuk. Felhúz maga elé egy ilyen óriási falat. Anyád, amit tele lehet matricázni. Amit tele lehet matricázni, és azzal tolja maga előtt a tűrhőket. Azt a rohadt. Bármikor meg tudja emelni 3 méter magasra, és onnan ki tudnak ezért zúdulni a símaszkos kanibálok. Angoloknak annyira tetszik, állítólag már rendelni akarnak belőle. Lehet Trump látta volna, ő se Tomahawk hozza meg Szíriát, hanem bemegy egy ilyen szurkoló lapátológéppel, és ellapátolja az ISIS-t a picsába. Szóval mi szlovák rádiója? Brigada Bitlissa, obla dicsku, obla da. Antenna nélkül. Tényleg, bazd, meg nincs antennám. Mert valamelyik köcsök csicska lelopta. Ezt mindenkinek elmesél, mert te hülye, lopjál te is egyet. Nem is kell antenna. Ez viszont félelmetes, hogy ilyen agresszív, hogy antenna nélkül is betolakodik az autóba. Mennyire útvarnyelv, ezt te? Mióta ismerem azt a szót, hogy DSLR, azóta annyira vagánynak érzem magam. DSLR. Gyerekek, ez mi a fasz mit, van? Mit akarsz? Mit hát, hogy ez hogy a gecibe? Azt csak rá kell húzni, és annyi. Nem kell és nem kell tekergetni? Tudnátok, mennyire nem értek hozzá. Ezzel rög az asszony. Ez végül is fizika, bazd meg. Na, menjünk! Csapjunk oda mind a 100 lóerőnek. Ugye elvizsgál, focakos simicskát néz. Megyek az után. Tessék menni. Gyerekek, úgy be vagyunk kamerázva. Tényleg. Mint egy. Már csak az a szurkoló toló el kéne oda előre. De jó lenne. Találkozni fogunk Álló Istvánnal, aki Dunaszerdahelyen ilyen mindenes, ilyen mindent el tud intézni, ami a dunaszerdahelyi sport élettel kapcsolatos. De van! Te figyelj be! Nem menjél már arra! Mi? Inkább menjünk, hát nézd, le van zárva, ott is ott van autónk, a cuccunk, minden, oda kell mennünk valahogy. Akkor hol, hogy menjünk? Menjünk egyenes a stadionba most te. Jó, menjünk jó? Akkor. Jó, a kapon keresztül valaki bemegy, kijöjj hozzá a kocsit. De nem, autó marad végig! Akkor körbe kell menni. Jó, kösz! Amutod, 2 órával előttem áll, amit le van mindent járva. Tudjunk a Dacnak, a sajtósoknak kijelölt
helységében wifi kódot vadászunk, még van bő másfél óra a meccsig, tehát még full üres a stadion. És hát fotósok leszünk, fényképezni fogunk. Szőrös vakut használunk. A szlován szókolókat itt fogják behozni. Merről fognak egyébként jönni? Merről fognak jönni egyébként? A szlovanisták. De mármint úgy értem, hogy mondták, hogy vonattal jönnek, és akkor melyik? Aha. Kemény szurkolók. A szlovánosok fakkokat mutogattak, kemények nagyon. Egy busszal jöttek, de álltak jönnek vonattal is. Sanyi! Füst, gránát, minden, amit el tudsz képzelni. Pedig tényleg azért nem jöttek sokan, tehát nem durva. Nem sokára kezdődik a mérkőzés. Itt tessék, a helyerő. Nyugi. Azt mondja, nyugi van. Nyugi. Én olyan nyugodt vagyok, bátya. Mit szólnál, lemennénk a pályára? Jó. Jó? És akkor itt mondták, ugye, erre? Aha. Megérkeztünk, bejutottunk, most már itt vannak a Dunaszerdahely szurkolók. Jelentős számban érkeztek Magyarországról is. Azt kell, hogy mondjam, meglepődtem, nagyon sok kedves arccal találkoztam, egész tök jó tűrhetően fogadtak. Mintha csak haza jöttem volna, gyerekek. Van. Szóval ez van, úgyhogy most be kéne csapatnunk a számunkra kijelölt helyre, és akkor onnan tekintjük meg a dolgokat. Na, menjünk! Mondom neki, üljön le, be van baszva. Be hát. Jót akartam neki. Van egy út? Mindjárt. A Szlovák Testnevelési Egyetem gimnasztika kara egy látványos bemutatót fog tartani a szlovánok a szektorában. Az van.
fogás a helyet, ilyen van. Kiszabadultak a tűrhők. És most megpróbálnak itt feszültséget gerjeszteni. Bottal a nyugdíjas, bazd meg. Olyan harcias te, nem hiszed el? Nem bírsz vele. Ultrasz nyugger. Remélem háromszor annyi volt a vendégjegy, bazd meg. Benéztek egy negyed órára, azt hazamennek. Tizi! Ó, az meg, de aranyosak vagytok, köszi szépen! Az Ippon! Mi van veled? Utolsó lehetőség! Na! Gól! Nem, basz meg! Hát ott van! Mi van? Mi van? Mi van? Mi van? Már nincsenek itt, basz meg! Szebb, mint egy győztes gól a 90. percben, gyerekek! Dunaszerdahely, Szlován Pozsony 1-0, és itt van golázó Priskin Tamás, aki annyira nem örült ennek a gólnak, mint mi, viszont annak nagyon örülök, hogy végre találkoztunk és láttalak. Tomikám, nem akarok neked ilyen hülye szakmai dolgokat, csak hogy ezt te így hozd dolgozod fel. Hát természetesen, mikor szól a himnusz, meg a mérkőzés előtt, az nagyon jó érzés. Van ennek egy másik fele is, amikor szidják a családomat, meg a körülöttem lévő embereket, az nem esik arra jól, de hát ilyen a foci függetleníteni kell magát a játékosnak, de tényleg le a kalappal a közönség előtt. Bence, ne haragudj, nyilatkoznál nekünk erről a... Olvastuk a sportújságban, hogy fáradásos körömlábgombával. Fáradásos törésem volt, de már szerintem egy-két heten belül már bevethető vagyok. Mi fáradt el amúgy? Úgy történt, hogy edzőtáborra voltunk, és egyik edzés után elkezdett fájni a lábam. Nem vették komolyan, mondták, hogy gyulladás, és kiderült, hogy későbbiekben el volt törve, fáradásos törés volt. Én meg így edzettem vele, nem is tudtam, hogy ez a baja. És mikor láthatunk itt Dunaszerdahelyen a pályán? Remélhetőleg heteken belül, én mindent megteszek,
mert ilyen fantasztikus hangulatot még egyet tényleg nem lehet teremteni sehol sem, ez egy óriási élmény volt. Főleg az, hogy Szlovákiában magyarok, magyar szukkorok, hihetetlen érzés. Még annyit engedj meg, hogy megkérdezzek, hogy a korábbi lengyel tapasztalatod és tudásod így szláv területen, az így előny, hogy itt Szlovákiában könnyebben menni fog majd a nyelv amúgy? Hát értem azért, mert lengyel meg a szlovák az hasonló nyelvcsoport, és azért sok szót értek. Remélem, jó van. Így van. Na, és ez a mester is. Mennyi. Csumi. Sapkakarcsival ölelkezik. Ja, hát Sapkakarcsi az itt nagy ember. Menjünk! Te itt hogy tudtál leegyensúlyozni, bátyja? Figyelj, az egy combolé tartom. Óriási voltál. Itt egy mezőség. De király vagy? Már eljöttetek. Menj már. Nem tudom, hogy azt láttad-e, hogy igazából a játéknak az első fel az annyira kurva unalmas volt, hogy a szlovanosok hazamentek, bazd. Azért mentek haza? Hát én nem tudom, hogy miért mentek haza, ott ültek megmentek. Csendesen, azt egyszer csak hazamentek így negyed óra múlva. Nem, ugye itt azért van kultúrája a focinak. Lesz rá esély, hogy a vidaskandálás az itt el fog terjedni? Hát ma be kellett volna rúgni egy győztes gólt, és akkor biztos. De hát volt már, és lesz is, remélem, és próbálom tartani ezt a formát, és jó játékkal gólokra rúgni, és akkor utána lesz majd vida. Ennyi. Na, innen üzenem mindenkinek, hogy példakép az emberke, szerény, ügyesen mozog, nem ilyen igazi paraszt, mint a Mervó, hanem tényleg egy nem is tartalak föl. Köszönjük szépen, és további nagyon-nagyon sok sikert. Remélem, jövünk még ki úgyis, amikor majd Bencével együtt. Vagy és idejössz bedugrok, mint a hülyedek. Mi? Elindultunk hazafelé. Elég nyúzottak vagyunk. Szerintem Feri nevében is beszéltek, hogy maradandó élményekkel lettünk gazdagabbak. Ez így van. Parádé gyerekek, 90. percben győztes gól. Volt egy kisebb fajta görögtűz a szlován szurkolókkal. Azt kell, hogy mondjam, hogy a napközis csoportnak nagyon elgurult a gyógyszere egyébként. Egészen eszméletlenül tűrhön viselkedtek. Azt a potta hadonászó, mankó, szlován szurkoló öreg, aki állandóan magyarszkizott, meg dobta a fakukat. Gyerekek, azt úgy telibe fejeltem volna. Úristen! Hát ő nagyba volt. Leütettem itt a bügyös szart! Nagyon sokan jöttek Magyarországról is. Még mielőtt... Ki is tettek magukért. És mi abszolút nem tapasztaltunk egyébként semmilyen olyan dolgot, amiért egyébként panasz lehetne rájuk. Pálinkát is kaptunk. A gyerekek. A vendéglátóktól. Dék, hát akkor egészség, Ference. Amúgy tényleg itt mindenki annyira kedves, hogy már ilyen zavarba ejtően kedves. Komolyan. Kedvesen is passznak le, hogy felmész cigizni az építési területre. Csinálj úgy, mint hogyha fényképezni, jó? Hát, sűrű. De úgy, hogy én éreztem magam kellemetlenül. Tehát pedig aztán én nagy tűrhű vagyok. Jó. És sapkakarcsi? Sapkakár, mert végre teljesen el volt borulva. Nothing can stop me, I'm all the way up. All the way up. Mervó Károly felépül, akkor jövünk. Szépen, Christopher. Ladies and gentlemen, Hungary. A gyerekek, annyit kell tudnotok, hogy igazából ez volt a T-közép csatorna debütálása, és ilyesmi tartalmakra számítsatok, mindenhova el akarunk menni, mindenhova be akarunk trollkodni, ahova lehet. Lacika, neked meg hatalmas pacsi, és szorítunk meg minden, legközelebbre már jössz velem te is. De jó lenni törölgés a hátsó. Ja. Be is vág.